Nem jön boss. Csak lépegetem a szinteket. Na figyelj, not consuming ammo, ha nem mozdulok meg. Ez jó ötlet volt ennyire piros izénál. De a not consuming ammo-nak mi értelme van, hogyha amúgy folyamatosan egy lövésem van? Viszont az, hogy így távol tartom őket, az azért elég beteg. Survive. Tizenegyezer pontot kaptunk érte. És ez tudod miért jó? Mert megvan egy dupla unlock. Hé! Hey! Azon most miért írja, hogy egy, és miért írja ezen, hogy nulla? Ezzel volt az első sikeres köröm. Akkor most kell még egyet mennem a sotival és a csajjal? Ezt miért így jelöli? Hogy mekkora darkness-t éltem túl, igazatok van, tényleg. Hát akkor unlockoljunk inkább. Egy csajt és egy crossbow-t. Oké, skarláttal fogunk menni. 3 HP-s, az elég kevés. Tehát skarláttal és egy crossbow-val. Bullet damage increase when you stand still. Oh. Izgalmas lesz. Mi az az E? Ó. Ó. Tehát ebből csak egy aktív mind a két oldalon. Hiába rakott ki az összeset. Ah. Ez sokkal kevésbé hangzik jól, mint gondoltam. Hm. Igen, valószínűleg az equip lesz. Tehát akkor igazából az a lényeg, hogy lejöjjünk ide. Hmm. Ez a cadence, ez durvának tűnik. Minden harmadik lövés, infinite pierce, double bullet size, also deals 20% extra damage. Ó, ez mondjuk teljesen megváltoztatja a dolgot. Akkor viszont annyira nem is tudsz sitópé lenni. Mert nem mind aktív, csak egy sword és egy shield. Ezt meg tudja valaki erősíteni, hogy tényleg így van? Lehet, hogy rankonként egy. Mármint, hogy... Aha, értem, hogy mit mondasz. Hát akkor ezt ki tudjuk úgy próbálni, hogy erre most rárakok egyet. Rankonként egy. Az akkor mégiscsak jó. Tehát akkor soronként egy lehet aktív. Na figyeljetek, akkor azt választottam a cadence-t, hogy minden harmadik lövés infinite pierce. De várjál! Ja, de az volt kijelölve.
Tehát itt az első sorba elemental effect, fire és reload rate, vagy damage. Fura is lenne, ha ilyen... Igen. A burn és a freeze passzívban nem rossz. Tehát ahhoz képest lehetne 10% extra fire rate és reload, vagy bullet damage, summon damage. Legyen ez az elementálos dolog. Vagy csak a damage? Fire rate és reload. Legyen csak damage, summon és... Jó, legyen akkor damage. Itt pedig ugye range van egyelőre csak kirakva. Jó, na figyeljetek, akkor Scarlet Crossbow. És itt már Darkness 2, small enemies have more HP. Hát akkor szopassuk magunkat rendesen. Szerintem egyébként nem így kellene Darkness-re fölmenni, de mindegy. Azért az a minden harmadik lövés Infinite Pierce egy egylövetű crossbow-nál. Jó, erre kell reload speed mindenféleképpen. Reload speed és plusz bullet. Hát, hogy ez egyik se. De itt a move speedet elkezdhetjük rakni. A Magic Lens az szerintem... Az nem tetszett nekem. Hát akkor move speedezünk. Jó, ezt a move speedet, ezt bőven ki tudom használni, mivel csak egyet lő a fegyver, a reload közben gyors vagyok. De megvan a walk speed, vagy a plusz projectile. Legyen a walk speed. Vajon mennyi ideig kell megállnom? Várjál. 26, 22, 22, 22, jó, azt most nem nézzük. Tehát 22-t sebez mozgás közben. Kell a max HP. És 26-ot, ha akár egy másodpercre is megállok ezek szerint. Azért ezzel a fegyverrel lesznek nehézségeim. Valahogy növelnem kell a damage-ét. Reload speed nagyon kellene, én úgy érzem. Legalább a mozgási sebességem most rendben van, tehát most egyelőre el tudok még mozogni előlük. Ez a damage és knockback. Figyelitek, hogy reload speedre vágynék, azt még sehol nem kaptam.
Jó, az a harmadik lövés piercinges upgrade, az szerintem jó választás volt, tehát azt szerint az így alapvetően azt fogom szeretni. Ennyit számít ez a movement speed, amit most kaptam. Bullet speed, bullet damage, vagy big shot. Ú, az még fire rate-et is csökkent. Na, ez meg növelne reload speed-et. Szerintem a 20% reload speed az most jobban kell nekem. Igen. Igen, mert fire rate-et hiába növelek, hogyha nincsen több töltényem, és minden egyes lövés után reloadolni kell. Fire rate 25%. Na, ez viszont jó lehet. Most már duplát lövök. Bolyoló, köszi a raidet! Sziasztok! Mert hogyha fire rate-et növelem... Viszont abba is lenne max ammo. Ó, a körbe lövök magam körül. Az még lehet, hogy jó lesz. Jó, ott a big shot. Piercing az amúgy nem rossz. Bullet damage, bullet speed. Nem, ez kell. Bullet size, ez az óriás golyó. De amúgy nem tűnik rossznak a clearing. Sokkal-sokkal rosszabbra számítottam. Nem? Mit szóltok? Oké, körbe lövök minden lövés után. Oké, ez most megint nagyon jónak tűnik. Ah, a burn az kétszer annyi ideig tart. Boss? Azt hogy találtál? Ajaj. Hé! Mi az Isten történt itt most hirtelen? Itt, hogy van, el is veszítettem. Annyira sokat sebződtem ott hirtelen, beszorultam, mert nagyon a bossra fókuszáltam. Jó, hát ez izgalmas egyébként, ezzel nem lesz könnyű. Ezzel nagyon nehéz szerintem ezzel a crossbow-val. Ezzel azt a perket is meg kellene szerezni, hogy minden reload után egy szekig ilyen tök nagy damage upgrade-et kapok. V-
van egy olyan perk, arra emlékszem, hogy egyszer már megvolt, de nem tudom, hogy ez melyik ágon belül van. Move speed, fire rate, vagy fire rate? Várja, fire rate, bounce, shooting when standing still. Kaf, köszönöm szépen a 7-et, és TRTK, köszönöm szépen a 14-et. Köszi, srácok. Nem tudom, hogy ez hogy lenne jó. Ugye nem... Tehát nem damage-eltem eleget. Jaj. De talán a legnagyobb baj az volt, hogy belementem az enemybe. Jó reggelt, Hümír! Divit, köszi a 27. hónapot! Köszi! Igen, na ez! Fresh clip! Increases bullet damage by 30% egy szekre reload után. Ó, hát várjatok, hát tudom, hogy miért ennyivel nehezebb. Hát hiába lövök nagyot, hogyha több HP-ja van ezeknek a kis szaroknak. Ugye azt választottuk. Jó, power shot. Ez jó, ez a splitter. Igen, ha valami meghal, akkor az szétesik kisebb töltényekre. Ti milyennek érzitek ezt a crossbow-t? Van aki ment vele jó sikeres ránt? Az lehet, hogy eljutottunk oda, és ennek tökre örülök. Bullet damage, bullet size, az jöhet. Minél nagyobb a bullet damage-em, annál nagyobbat sebeznek ugye a kis szétpattanó darabkák. Sixfo, köszönöm szépen a Goblinosnak ajándékozott szubot. Köszi. És egy újabb Hype Train. Ez ma már a második. Hello, köszönöm szépen, elindult a Hype Train. Na most kell igazán beindulni. Köszi. Fire Rate. Pyro. Bullet Speed. Legyen Bullet Speed. A Fire Rate-en, tehát a Fire Rate-en hiába növelek. Legyen a take aim.
ez a szintlépés most kellett. Reaper Rounds, Bully Damage Piercing, Additional Pierce When Killed Enemy, Kill Enemies. Nagyon jó. Mi a fasz történt hirtelen? Miért lettek ennyien? Ha védik a ládát. Ez valami védekező mechanizmus lesz. Kiesett a láda, és azonnal rám jöttek négyen. Na, bazd meg. Run. Na. Na, ezt most adom, Purmi, ez jó volt. A bullet damage mínusz 27%, vagy 25%-at biztos, hogy nem veszem föl. Walking speed, fire rate, plusz egy piercing. Legyen a walking speed. És lövés nélkül fel kellene szedegetnem az XP-ket. Megint szanaszét vannak XP-k, és összezavar. Reload és max ammo. Hogyan működhet a max ammo ennél? Tehát, hogy három ammo lesz a... Nem, egyelőre azzal nem akarok. Mert akkor elveszítem a minden egyes lövés után 30% plusz damage-et. Ó! Oh. És már megint izé egy HP-val kell itt izé szűtjögnöm. A butaságokból sétálok bele, érted? Nem is volt ott semmi. Nem is volt ott semmi, és megint nézek. Mindegy. Nem találtam el. Azt nem találtam el, nem halt meg, és belesétáltam. Istenem. Nehézkes, nehézkesen megy ez a hülye crossbow-s. Lehet, hogy amúgy a Darknessből vissza kellene venni. Jó, akkor gondolkozzunk. Sorok, tehát most sorok. Amúgy ez tök jó lenne, ha itt lenne egy delete. Tehát, hogy így ki van rakva itt is 5-5. Na most gondoljatok bele, hogy azzal mennyivel több... a francba. Francba. Tehát, hogyha itt nem lenne ez a 10, akkor már rakhatnám is tovább. Igen, tehát itt azt nézem, hogy most akkor olyan irányt kell venni, mert ugye a crossbow-val akarok egy sikeres kört. De szerintem visszább kellene húznom a Darknessből. Micsoda, nekünk szerencsére semmi, de az órákat még most se állítottam be. Mi most milyen órát?
Mi történt? Jaj, várjál, valamiről lemaradtam, amit írt. Hype Trainen nincsen fék, azt írja Spencer. Valami történt kucsiékkal. Elektromos kisülés? Azzal a crossbow-val, hogy nem volt áram, azzal a crossbow-val jének se nagyon mentek a sikeres körök. Arra szerintem nagyon speckón rá kell bildelni. Ez például hasznosnak tűnik, hogy az utolsó amót, amikor kilövöm, akkor magam körül sebzem az enemiket. Tehát ez hasznos. Én amúgy, ami szerintem jobb a jobban működő mechanika a Vampire Survivorban, hogy bármikor visszaoszthatod ott a power-upokat. Itt nem, és itt most gondoljátok bele, itt akár 10 darab extra pontom lenne, vagy hát nem 10, mert ugye nem ugyanannyi pénz, de mindegy, tehát hogy 10 darabnyi ilyen rúnám lehetne pluszba, amit azért elszorhatnék most máshova, és sokkal erősebb is lehetnék, de nem baj, nem síránkozunk. Az első sorba itt a vision és pickup range az jó. A tenacity sem rossz, 15% extra knockback és fire rate abban az esetben, hogyha a max HP-t fele alatt vagy. Na várj, ez még jobb. Reloadolás után knockback-eled az enemit. Az is elég jól hangzik. A vision és pickup range-nek annyira így akkor viszont nincs értelme, ami nem rossz, hogy messzebbről szedem föl, de ennél szerintem ez hasznosabb az első sorba. Hogy knockback-elsz. Jó, na, ugyanúgy skarlátos kör. Én nem tudom, hogy ezzel on every third shot throw out a wave a fire that burns enemies for... Akkor ezért van az az effekt. Én azt hittem, hogy az az effekt, amit látunk, az ez. A cadence. Igazából ez így akkor pariba van, mert minden harmadik lövésem infinite. Ez tök jól működik együtt. 6300 lesz majd a következő, de azt én szeretném, hogy ezzel legyen egy sikeres renom. Figyeljetek, kipróbálunk egy olyat, hogy leviszem Csíra Darkness nullára. És majd, ha már több passzívon van, akkor megpróbáljuk. Így most gyorsabban kell, hogy halljanak a kicsik. Na várja, 22-ben nem halt meg. Várja, már ez folyamatosan stackkel. Anyás! Figyeld, 31, 35, 31. Aha, nem teljesen folyamatosan, na mindegy. A Holy Shield-es az kellene. Ha közel maradok hozzá, hát mondjuk csak ötöket sebez, azaz AOE pukkanás. Plusz egy HP. Plusz egy HP az jól jönne. De először rakjuk ki a shieldes dolgokat.
a move speed és reload, amikor aktív a shield, az jó. Remélem az azzal, hogy visszaszedtem Darkness nullára, azzal remélhetőleg jóval könnyebb lesz. Megpróbálom a shieldet kimaxolni és megnézni, hogy mi a nagy piros bónusza a shieldnek. Jó volt a shield, amíg volt, nem? Jó, most nincs shield. Burn damage. Heal. Ó! Na várj, ezt eddig nem vettem észre. Ha burnt okozok, akkor van 0,05% esélyem, hogy hílelek magamon egyet. Na most ez nyilván az elején annyira nem tűnik soknak, de amikor nagyon sok burn van szana szét, akkor azért az nem lehet rossz. Jó, akkor próbáljunk meg most fókuszálni a shieldre és a burnre. Végül is az Infinite Pierce része is burnöltet. Még akár izgalmas is lehet. Az a move speed az nagyon kellene, viszont először itt van burn. Minden negyedik lövésre valami izét lövök ki magamból. Jó, visszakaptam a shieldet. Shield? Oké, a shield az most már akkor lightningot is csinál, 2 szekendként. Ezzel a fegyverrel szerintem az a nagy nehézség, hogyha nem szerzek valami nagy AOE-t hozzá, akkor azt a részt egyszerűen nem fogom túlélni, amikor nagyon sokan jönnek, mert nem tudok úgy clearelni, hogy legyen szabad utam. Jó, nincs shield, és nem látok burnt se. Akkor a burn mellé, tehát shield, burn és freeze. Most ezt a hármat kellene priózni. Igen, látjátok, ráadásul nem halnak bele egy lövésembe. Ami szerintem elég nagy issú. Persze, mert most egyébként semmi nincs a bullet damage-emen. Továbbra sincs shield. Move speed van. HP-t rakhatok. Egy 20% reload.
legyen most a reloados. Ez egy ilyen kényszer választás volt, mert egyik se, amire szeretnék fókuszálni, nem volt benne a választási lehetőségekben. A Shatter az a Frosthoz tartozik. Nem jó, beszorultam. Bullet damage burn damage 67. Hát... Még kisebbet lövök 25%-kal. Jó, próbáljuk meg. De a burn damage-em jóval nagyobb lett. Ezt a 25% bullet damage-et vissza kellene szerezni. Split. Megint nincsen semmi abból, amire akarok fókuszálni. Ebből kellene szerintem a körbelövés. De az megint mínusz bullet damage, tehát... Nem. Boss. Nem csak a bossra kell fókuszálni, muszáj a kicsiket ölnöm. Szintlépés. Haj, megint nem adott semmit. Ezt most az a baj, hogy nem választatom ki, mert akkor olyan lassú leszek, hogy ez borzasztó. Kiválasszam? Válasszuk ki. Jó, XP, XP. Kicsik, kicsik, kicsik. Szintlépés. Ott van freeze. Meg ott van a háp. És most bezzeg be a többet. A freeze. Enemies affected by freeze explode when killed and deals damage to nearby enemies. Na, ez az AoE clear-be segítene. Vagy az, hogy 25%... Nem, legyen a robbanás. Elvesztettem a shield... bazd meg! Na hát, most már nem mozgok kb. Nem, így meghalok. Nem, leesett a shield, és nincs movement speed-em. Tehát nézzétek meg, tehát nem mozog a karakter. Így nem tudok kikerülni semmit. Nem. Ez abban a pillanatban, ahogy leesett a shield, érezhető volt ez a nagyon-nagyon nagy mínusz movement speed. Francba! Oké, meg kell jegyezni, ilyet nem szabad csinálni. Tehát a movement speedet ennyire nem csökkenthetem le. Pedig amúgy nem volt rossz, szerintem, a frízelős, burnölős megoldás. Tehát ez egy érdekes kombináció volt.
Nagyon nehéz ezzel a fegyverrel menni. Jó, rögtön az elején már nyomunk movement speedet. Na jó, öljetek meg, hát én nem fogok úgy kezdeni, várjál, give up. Synergies? Na várjál, ilyet még nem is láttam. Reaper rounds plus light. Na bazd meg. Tehát a piros az a szinergia. Tehát ha kiszedem a Reaper roundot és a Light Bulletet, akkor bejön a Death Round. A Frostfire, Intense Burn plus Frostbite. When you inflict freeze, also inflict burn. Oké. Okay. Gun Mastery, Armed and Ready plus Power Shot plus Rapid Fire. Itt a miniklip. Funfire és Fresh Clip. Ez a crossbowhoz must have. Electromastery plus Firestarter. When lightning strikes an enemy that is burning, create an explosion. Stand your ground. Siege plus Fusillade plus 2 project minus 25 move speed. Summon Mastery. Oh, wow. Na, ezt eddig nem vettem észre. Jó, figyeljetek! Próbáljunk meg rámenni a crossbow-val a miniklipre. Tehát kell nekem egy olyan, hogy fanfire és fresh clip. Fanfire és fresh clip. Az a baj, hogy ameddig nem ismerem a izéket, az ikonokat, meg a neveket, addig ezt így viszonylag nehéz lesz. Fresh fire... Fun clip. Vagy funfire fresh clip. Már most nem tudom az meg, hogy mi volt. Jó, én meg azt hittem, hogy azt a pirosat akkor adja be, hogyha egy bizonyos buildet kirakok teljesen. Mármint egy bizonyos upgrade-et kirakok teljesen. Jó. Keressük meg amúgy, hogy biztos, hogy nem summonba van. Itt van a Fusillade. És itt a Fanfire, tehát ez kell nekünk. Na még a végén ezt egész pro módon fogjuk játszani. Mikor lesz Fortnite? Nem tudom. Jó, mi volt? Már elfelejtettem, hogy mit kellett volna kirakni, bassz meg. Firestarter, shooting, intense burn, piro... Mi volt a... Srácok, segítsetek, ki az, aki emlékszik rá? És nem lehet közben megnézni, tehát most választom. Fanfire és Fresh Clip. Abból megvan most már az egyiknek az elindítója. Jó, azok közül most semmi nincs itt. Valamiben volt a Fusillade is, igen, de az szerintem másiknál volt. Mindegy, a burnt is elkezdhetjük. Itt meg kell jegyezni egyébként azt, hogy melyik indítóba vannak ezek a dolgok, amire rá akar menni az ember, és akkor már könnyű lesz.
Oké. Okay. Glare sight. Jó. Van intense burnöm. Az volt, az szintén volt. Fanfire. Na itt a fanfire. Ez nekem kell. Várj! Állj! Nem tudom rávinni az egeret, persze, hogy nem. Tehát még meg is kell jegyezni, bazd meg. Tehát még meg is kell jegyezni, mert itt pedig azt mondja, hogy a frostbite, az intense burn, az lehet, hogy ez volt, meg még frostbite. Fanfire és fresh clip. Ebből a fanfire nekem már megvan. Siege, a siege-et kell a fusilade-del összerakni, de az meg 25% minusz movement speed, olyat nem akarunk. A summon mastery nem kell. Az overload az jó lehet, mert fire starter electromastery. Az biztos, hogy első körbe össze kell raknunk azt a körbelövős minusz mini klippet. Oké, okay, Magic Lens, Ghost Friend, Power Shot. Power Shotba van Big Shot, Reaper Round Splitter, plusz egy HP. Azt a summonosat, azt nem is kell nézni. A Magic Lensben mik vannak? Refraction, Igne. Nem. Hát most szerintem menjen egy Power Shot. Úgyis lesznek olyan szinergiák, amiket hamar megjegyez az ember, mert hamar ki akarja rakni, és akkor már könnyebb lesz így a válogatás. Na, hát ez egy egészen új aspektusát világította meg a játéknak. Na, itt az Intense Burn. És ezek meg akkor itt mindenképpen ezt kell választani. A power shot miatt tök jó a knockback, mert amikor körbe lövök, akkor mindent is hátra lökök. Splint, big shot, holy shield, fusilade, split fire. A fusilade az nem jó, mert bullet damage-et csökkent. Az most nekünk nem kell. A holy shield az lehet jó. A bullet size, bullet damage, viszont minus fire rate az jól hangzik. És ha meghal valami, akkor szétrobban kisebbekbe. Akkor legyen big shot először. Hú, most nagyon tudományosan akarom csinálni ezt a kört, ennek szokott az lenni a vége, hogy irgalmatlan fail. Most űzöm csak az elitet. Oké, okay. Dragon Egg nem kell, Haste az jöhet, Quick Hands az reload, vagy a Fire Starter. A reloadban mi van? Ott a fresh clip. Kell a reload, mert abban van a fresh clip. Nem dőlök be, megint nagyon védik. Most jó. Scarlet gain 10% fire rate every time she inflicts burn. Oh, this resets on reload.
Hát hagyjál már a hülyeségeddel, akkor ennek semmi értelme. Firestarter, Splitfire, Rapidfire, Magic Lens. Hát akkor legyen szerintem Firestarter. Most nem tűnik rossznak. Haste, Reaper Round, Shooting Worms. Viszont nem akarja nagyon beadni a dolgokat. A plusz egy HP felé akarnék menni szerintem. Move speed, bullet damage, piercing. Nem, ez kell. Jó, először ez. Nagyon kellene nekem még szerintem reload speed. Hát, most XP-t kell szereznem. Na. Fusziléd nem kell. Ott a reload. Fresh clip, ez kell, mert akkor következő szintlépésnél beadja azt, amire gyűjtöttünk. Az anyád faszát! Kell a hely. Jaj, én hülye, nagyon hülye vagyok. Úgy utálom, geci, a 3 HP-t, de gyűlölöm. És akkor már csőstől jön a baj, amikor egyet elkúrok. Jó, ez kell nekem. Tehát itt volt egy olyan, hogy... Na, várjál! Így már 40%-ot sebez. Ha azért az, hogyha 100%-ot sebez a reload után, a bullet damage-emnek az baszó. Viszont ehelyett, a pickup és vision range helyett ezt be kéne hozni, hogy reload után knockback-elek. Mert most minden azon van, hogy egyet lövök, és utána reloadolok. És ezt equippeljük most. Tehát reload után, és ráadásul ez a végén ad majd 10% reload speedet. Ez damage, ez fire és reload. Lehet, hogy ez kellene nekünk, nem? Hogy még ez is ad 10% reload speedet. Próbáljuk meg így, hogy nem damage-et buffolok 10%-ot, hanem reload speedet, reload után knockback-elek, reload után robbanok. Megnézzük, hogy így milyen, de nem Darkness 2, hagyjál már hülye Darkness 2-t, de bazeg. Darkness 0-án nem tudom megcsinálni ezzel a skarláttal.
Szerintem ez segít. Anyás, mi jutott eszembe, srácok? Na, ezt hallgasd, figyelj! Próbáld meg követni. Mi van akkor, ha egy egylövetű fegyver brutál reload speed, reloaddal knockback-elsz, a reload után robban a karakter, és csak egy helyben állsz. Csak egy helyben állsz, és nem tudnak közel jönni, mert annyira gyorsan lősz és knockback-elsz, hogy nem tudnak közel jönni. Persze muszáj lesz megmozdulni, hiszen a piros szemek átjönnek hozzá, de hogy alapvetően... az mondjuk király, egy ilyet ki kell majd próbálni. A Rapid Fire-be van-e valami, ami nekünk kell? Nincs. A glare-be sincs. Take aim-be nincs. Akkor jöhet a Holy Shield és a Summon. Először Holy Shield. Láttad, hogy miért lök hátra rajta? Amúgy ez jónak tűnik. A double shotba van a fanfire, az kellhet. A take aim-be még mindig semmi. A move speed és reload speed a shield-del kell. Már egyébként most is működne. Láttátok? Csak ugye XP-t nem szerzek akkor, mert messzebb van tőlem. Amúgy ez érdekes. Ez jó lehet. Double shot. Rapid fire, magnetism vagy summon. Kell a double shot. Ez a reloaddal hátralökés, ez tetszik. Ez tetszik. Splitfire Haste, Glare, Ghostfront, vagy Divine Red. Hát innen kellene a Funfire, úgyhogy ezt is kirakjuk. Az, hogy hátrafele is lövök egyet, az nekem csak jó. Ha még nincs elég gyors reloadom ahhoz, hogy ez jól működjön. Itt a fanfire. Vagy a 20% reload. Először legyen fanfire. És hogyha erre rárakok még freeze-t, akkor aztán közel se jönnek. Ghost Friend nem kell. Rapid Fire, Shield, vagy Lightning. Az, hogy egy perc alatt visszajön, az jobb.
Bár ha nem esik le rólam, akkor ugye nem kell visszajönni, alapvető dolog. És tudjátok, hogy ennél ez miért baszó? Mert ha nem mozdulok meg, akkor folyamatosan egyre többet sebez a crossbow, ugye? Kilőttem a pályáról már a izét, az elitet. Magnet nem kell, piró jöhet, elektro, rapid fire, nem. Először jöjjön a burn. Olyan knockback-en van, hogy az előbb így kilöktöstem a képernyőmről az elitet. Glare, Quick Hands, Fire Starter, Rapid Fire, Electromage. Quick Hands a reload miatt. Örülök, hogy ezt a szinergiát ma megtaláltuk. Burn lasts twice as long. Jó. A cél az nyilván az lenne, hogy ne égjenek sokáig, hanem halljanak meg. Ghost Friend, Intense Burn. Intense Burn, akkor még tovább növeltük a Burn Damage-et. Tudjátok, hogy mi hiányzik ebből a játékból? Egy olyan fölvehető cucc, ami mondjuk összeszopkodja az XP-t, amit a pályán hagytál. Az jó lenne. Firestarter, Divine Wrath, Fresh Clip. Na, ez kellett, ugye? Fresh Clip-en van, Fanfire-en van, a következő szintlépésnél akkor elméletileg meg kellene kapnom azt a piros szinergiás dolgot. Vagy Evolve-ot. Próbálok jól clear-elni most. Meg is halt. Elégett. Elégett a boss. Na nézzük. Move speed minus HP. Bullet damage-et csökkenti, viszont duration-t növel a freeze-en és a lightning-on és a burn-on pedig damage-et. Hát mivel... legyen ez. Akkor az én damage-em kevesebb, viszont brutál lesz a burn. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Nem kaptam meg a pirosat, de miért nem? Levelhez kötött lenne? Nem tudom. Hát most hozom az Electromage-et.